Dömötör napi vásár, szénmonoxid mérgezés mezőtúron, alakulóülés Berekfürdőn, stúdiónk vendége volt nagy tiszteletű Koncz Tibor Esperes. Jó estét kívánok, ez itt a Nagykunsági Híradó, a Karcag Televízió napi hírműsora 2024. november 1-én 18 óra 5 perckor, amelyben Karcag és térségének híreit láthatják. Dömötör napi vásári sokadalmat rendezett a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola Talentum óvodája, amelyen felidézték a régi korok juhász ünnepét. Szent Demeter vagy Dömötör a juhászok patrónusa. Magyarországon a 16. századtól kezdve e nap volt a pásztorok, juhászok elszegődésének napja, ezért hívták juhász újévnek is. A Szent György napján tavasszal kihajtott állatokat ekkor hajtották be a téli szállásokra. Ez a falu népe is, hát elsősorban a juhászok számára. Ez kimondottan nagy ünnep volt, mert ilyenkor következett a nagy elszámolás. Tehát elszámoltak a tavasszal kihajtott állatokkal. És amikor a fizetségüket megkapták, akkor következett a nagy lakoma, a nagy dínom-dánom, a nagy vigasság. Van, ahol 3 napig tartott, valahol 1 hétig, és ugye Dömötör hétnek is szokták nevezni. Azt mondom, juhászok! Próbáltunk, 2 napja próbáltunk, ma is próbáltunk 1 kicsit. A behajtási ünneppel kapcsolatos népszokások, hagyományok tájegységenként eltértek egymástól. A nagykunsági juhászok miközben áthajtották a jószágot a Hortobágy hídon, a tavasz óta elhullott állatok emlékére koszorút dobtak a folyóba. A Dömötör napi sokadalmat, vigasságot elevenítette fel a Talentum óvoda, meglehetősen nagy sikerrel. Nagyon örülünk, hogy bemutatkozhattak a kis apróságok, és hát további abba is ezt szeretnénk, hogyha ilyen jó kis csapatok lennének, és bízunk is benne a folytatásba is. Két kislányommal érkeztem, a legkisebb kislányom óvodás, úgyhogy őt érinti ez a program, úgyhogy láttunk már néptáncos bemutatót, lesz rovas bemutató, és ugye a kicsitek van tallér által vásárolt készítmények, amit majd el lehet költeni. Ahol vigasság van, ott előbb-utóbb nóta is hallik. Így volt ez a régi korok Demeter napjain, és így volt a Talentum óvoda sokadalmán is. Ezek a régi nóták, ezek szerintem mindig még mai napig is nagyon jó. Szeretik az emberek. Meg jó, ha ilyen rendezvényeket csinálnak, minél sűrűbben. Én úgy gondolom. A Dömötör napi vásáron mindenki nagyon jól érezte magát. Remélhetően jövőre is megtartják a Talentum óviban. Szénmonoxid mérgezés szenvedett egy ember mezőtúron egy Alkotmány utcai családi házban. Az egyik lakó hívta fel a központi segélyhívó számot, miszerint gyermeke rosszul lett a fürdőszobában. A szülő ezt követően kiszellőztette a házat. Az esethez a mezőtúri hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik a fürdőszobában lévő kombigázkazán környezetében, valamint a nappaliban is kimutatták a szénmonoxid emelkedő koncentrációját, ezért értesítették a gázszolgáltatót, valamint a kéményseprőipari szervet. A mérgezés szenvedett gyermeket a mentőkórházba szállították.
A korábbi tiszafüredi esethez hasonlóan ez a mérgezés is elkerülhető lett volna szénmonoxid érzékelő használatával. Pedig egy ilyen készülék elengedhetetlen azokban az ingatlanokban, ahol nyílt égésterő tüzelő fűtőberendezés működik. Ez az eset is megmutatja azt, mennyire fontos, hogy a nyílt égésterő fűtőberendezéssel ellátott családi házakban, illetve lakásokban legyen szénmonoxid érzékelő. A szénmonoxid érzékelő ugyanis a halálos gáz legkisebb jelére is hangos sípoló jelzéssel figyelmeztet, így elkerülhető a mérgezés, és meg lehet tenni a legszükségesebb intézkedéseket. Egy szénmonoxid érzékelő csupán néhány ezer forintért megvásárolható, cserébe hosszú évekre garantálja otthonunk biztonságát. A katasztrófa védelem a honlapján megtalálható listákon bemutatja azokat a szénmonoxid érzékelőket, amelyek megfeleltek a piac felügyeleti ellenőrzéseken, tehát biztonsággal megvásárolhatók és használhatók, illetve van a katasztrófa védelem honlapján egy negatív lista is, amely azokat az érzékelőket mutatja meg, amelyek megbuktak ezeken az ellenőrzéseken, ezek vásárlása nem javasolt. Egy szénmonoxid érzékelő csupán néhány ezer forintért megvásárolható, cserébe hosszú évekre garantálja otthonunk biztonságát. A katasztrófa védelem az érzékelők pozitív és negatív listájával segít a megfelelő készülék kiválasztásában. Berekfürdőn letette esküjét a 2024-es önkormányzati választáson megszavazott polgármester Hosszú András, valamint a képviselőtestület tagjai. A Bod László művelődési házban megtartott alakuló ülésen kameránkkal mi is jelen voltunk. Megtartotta alakuló ülését Berekfürdő községi önkormányzatának képviselőtestülete. Az eseményen felcsendült nemzeti imádságunk a himnusz, majd ezt követően első napirendi pontként a helyi választási bizottság elnöke Nádudvari Judit adott tájékoztatást a megjelenteknek a 2024-es önkormányzati választások eredményéről. Második napirendi pontként a megválasztott képviselők, harmadik napirendi pontként pedig a megválasztott polgármester Hosszú András tette le esküjét. Én, Hosszú András, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz, és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat, Berekfürdő fejlődésének, előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem, Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíjen. Az eskütétel után a város első embere köszöntő beszédet is mondott, amelyben kiemelte főbb célkitűzéseit. Berekfürdő történelme emlékeztet minket arra, hogy honnan indultunk, hová tartunk, és milyen segítséggel jutunk el a kitűzött célig. A jövőt nem lehet egyedül építeni. Ahogy egy település fejlődése csapatunkat, úgy minden egyes terv, minden egyes projekt közös erőfeszítés gyümölcse lesz. Polgármesterként az a célom, hogy én is egy olyan légkört teremtsek, ahol mindenki meghallgatásra talál, és ahol mindenki hozzáteheti a saját ötleteit a közös jövő építéséhez. Nem csak a település külső megjelenésében, hanem a mindennapi minőségében, az emberek közötti kapcsolatokban is. A közös célok elérés érdekében mindannyiunknak hajlandóan kell lennünk együttműködni, kompromisszumot kötni, és mindig Berekfürdő érdekét előtérbe helyezni. Az alakuló ülést megtisztelte jelenlétével Huba Imre, a Jászhegyun Szolnokvár megyei közgyűlés elnöke is. Én abban bízok, hogy harmonikus, kiegyensúlyozott és valóban jövőben mutató együttműködésen, konszenzuson alakuló település vezetés kezdi meg a munkáját, és ez a település vezetés, ez alkalmas lesz arra, hogy további jelentős feladatokra, további jelentős források megpályázására, felhasználására, és az itt élők még hatékonyabb képviseletére is alkalmas lesz. Ehhez kell majd az együttműködés, ehhez kell majd a szövetség, hogy felülemelkedve mindenféle korábbi választási kampányban teljesen természetes vitán, vagy akár nézeteltérésen,
természetesen meghagyva a teremtő erőnek az erőt és a lehetőségeket, és a jövőben is megteremtve a lehetőséget, hogy legyenek fórumok, ahol lehet egyeztetni az álláspontokat, de ez sohasem lehet önérdek alapú, sohasem lehet személyeskedő, és sohasem lehet olyan, ami szembe megy a településen élők, a településen dolgozók, a településen eltartó munkahelyeknek a rovására. Úgyhogy én ehhez kívánok kellően sok bölcsességet, kellően sok türelmet, és kellően sok tapasztalatot. A további napirendi pontokban a képviselők alpolgármestert választottak, és elfogadták a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását. Ezt követően pedig a bizottságok elnökeit és tagjait választották meg. A Karcag Televízió valamennyi munkatársa nevében sikeres és eredményes munkát kívánunk Hosszú András polgármesternek és minden megválasztott képviselőnek, bizottsági tagnak. Stúdiónk vendége volt nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes, akivel a Minden Szentek és a Halottak napjáról beszélgettünk. Köszöntöm kedves nézőinket, stúdiónk mai vendége Koncz Tibor esperes úr. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszöntöm én is a kedves nézőket, és köszönöm a meghívást. Szeretettel köszöntöm Önt is. Esperes úr, a minap egy ünnepi istentiszteletem azt hirdette, hogy mindennek megvan az ideje. És hát elérkezett az ideje annak november elején, hogy emlékezzünk az elveszett, eltávozott szeretteinkre. Hogyan emlékezünk Minden Szentek napján, és hogyan emlékezünk Halottak napján? Nagyon jó a felvetés eleve, hogy két különböző napról tett említést, ám bár a protestánsoknál ez a kettő egybe olvad, hiszen az egésznek az az alapja, hogy egy kicsit kulturáltabbnak tűnjek, hogy memento mori, emlékezz a halálra, emlékezz arra, hogy halandó vagy, és egyúttal emlékezz azokra, akik már nincsenek. Tehát nálunk az emlékezés a fontos, és mind a Minden Szentek, mind pedig a Halottak napja az ugyanazt az üzenetet helyezi a szívünkre, hogy akik viszont a mi emlékezetünkben élnek csupán, vagy élhetnek, azok valóságosan élnek. Ez az, amit nem tudnak a nem biblikus életet élők. Ugye a Biblia alapvető tanítása, a legelső tanítása, hogy az ember test és lélek, illetve hát szoktuk mondani, hogy hármas felosztásban és szellem, és ebből mind a testi, mind pedig a szellemi valósága, ami anyaghoz kötött, hiszen a szellem az egy idegrendszeri, neurológiai kérdés, az, hogy gondolkodunk, hogy összefüggéseket látunk, ez mulandó, mert porból lettünk, porrá kell lenni. De van egy másik részünk, ez pedig a lélek, és az a lélek az a megfoghatatlan, más dimenzióból való, amit nagyon egyszerűen tudunk ellenőrizni, mert például amikor szeretünk, akkor mivel szeretünk, mivel vagyunk szerelmesek? Az agyunkkal vagyunk szerelmesek, vagy pedig valami más, ami fölülírja. Ha csak az agyunkkal lennénk szerelmesek, akkor nem lennénk többek az ösztön lényeknél, mert minél erősebb, minél szebb, minél csinosabb, minél harmonikusabb, minél gazdagabb, akkor ezek jönnének be. És mégis úgy vagyunk szerelmesek, amit a régiek megfogalmaztak, hogy ilyenkor nem lát és nem hall az ember. Mert valami más felülírja az egész életét. Ez a lélek. Ahogyan a lélek írja fölül az édesanya világát, hiszen hogyha a gyermekéről szó van, akkor fölborítja az autót, egyébként pedig nem tudja a befőttes üvegnek a tetejét lecsavarni. Hol vannak ezek a többlet energiáink? Hát ezek a lélekből fakadnak. És a lélekről viszont azt mondja a Biblia, ezt tanítja, hogy az viszont nem halandó. Abban az értelemben persze a Biblia föloldja ezt, hogy természetesen az is el tud veszni, de az majd az ítéletkor lesz. Tehát így ebből kiindulva a Biblia képéhez tartozik, és a biblikus világképhez tartozik, hogy nekünk úgy kell emlékezni az elhunytakról, mert ezt elmondja a Biblia, hogy figyeljetek rá, és kövessétek az ő életüket,
Tehát figyeljünk a tanulságokra, adjunk hálát értük, tartsuk meg emlékezetünkben. Vannak olyan helyek, ahol például úgy emlékeznek, ez Amerikában is van, meg a hollandoknál, hogy megterítenek külön nekik, hogy biztos legyen. Úgy hagyják a széküket egy asztalnál, ahol együtt szoktak enni, hogy mindenki úgy gondoljon rájuk, hogy valóságosan léteznek. Tehát emlékezzünk rájuk, idézzük föl őket, vegyük elő a fényképeket, nézzük meg a videót, de egyúttal tudjunk róla, hogy a lelkük él, létezik. Álomszerű állapotban van, oda át a mennyei atya kebelén, és várják a feltámadást. Tehát mi protestánsok így gondolkodunk, így emlékezünk, és amikor arról van szó, hogy megvan az ideje, akkor megvan az ideje annak, hogy emlékezzünk, megvan az ideje annak, hogy kegyelettel emlékezzünk, ez például a gyakorlati megvalósulása az emlékezésnek, hogyha mondjuk odahaza rendet rakunk abban a szekrényben, ahová tettük mondjuk a szerettünk ruháját, akkor a sírját is illik rendbe tenni, hiszen ott pihen. A kegyelettel való emlékezés az, hogy katolikus barátaink is, de egyébként mi is, akik szintén katolikusok vagyunk, csak reformált katolikusok, tehát mi is meggyújtjuk például az emlékezés mécsesét, megtakarítva hagyjuk a sírokat, teszünk rá új virágot, hiszen a virág az mindig az élet diadaláról beszél a halállal szemben, tehát így összességében mi egy nagyon komplex módon testi és lelki és szellemi visszaemlékezést teszünk, de azzal a hittel, és ez a mi töbletünk, hogy azt mondjuk, hogy találkozunk oda át. Tehát, hogy mi is úgy fogunk majd elmenni, hogy valamikor itt bennünket gyászolnak, megsiratnak, emlékeznek ránk, de már oda át várjuk őket. Ezért a halottak napja, a mindenszentek a számunkra nem egy kétségbeejtő nap, hanem vannak világos fényei, mint a ki lenne satírozva bizonyos része, ami arra utal, hogy de nem az utolsó momentum a halál, nem pont a történet végén, hanem ahogy szoktuk mondani, kettős pont. Van egy másik kép, amit ide tudok talán idézni. Ugye régebben Gibraltár környékén voltak a Herkules oszlopai, és az volt ráírva, hogy non plus ultra, nincs tovább. Aztán jött Kolumbusz Kristóf, és meg előtte persze a vikingek, és kérdezik, hogy van tovább. És ugyanezt mondjuk el ilyenkor, hogy van tovább, van a halál után élet. Sokszor ezt nem hiszi el a ma embere, mert azt hiszi el, amit lát, de van halál után élet, és ez nekünk Jézus Krisztusban megmutatkozott, hiszen ő föl is támadt, és kijött a sírból, és több mint 500-an találkoztak vele. Esperes úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Ennyi fért mai híradónkba, tartsanak velünk hétfőn is. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!